Az IVS ment a konferenciáján a Szoftver és IT Szolgáltatások Exportja című kerekasztal beszélgetésen a résztvevők két célt tűztek ki a szektor elé. Ha lehet, mindenki menjen külföldre, és ezáltal 5 éven belül duplázzák meg a szoftver exportot. Reich Lajos, a GE Healthcare Magyarországi Kutatásfejlesztési vezérigazgatója elmondta, hogy bár ma a GE minden negyedik radiológiai szoftvere hazánkban készül, ennek hozama nem itt csapódik le. Magyarországon 13 millió dollárt költünk kutatásfejlesztésre egy évben, de ez 300 millió dollár értéket teremt a vevőinknek szerte a világon, ez 100 milliárd forint. Ami egy jelentős részt képvisel egyébként a GE Hungary Kft. 1200 milliárd forintos exportjából is. Ugyanakkor ez nem nálunk jelentkezik exportként, hiszen a mi munkánk eredménye egy kódsor. Tehát az, hogy ez hol készül és honnan kerül exportra, melyik jogi entitásától a GE globális vállalatcsoportjának, az teljes mértékben elválasztható egymással, és történelmi okoknál fogva ez az export nem nálunk realizálódik. De ha valamilyen módon például el tudnánk érni akár szabályozási, akár adózási intézkedésekkel azt, hogy megérje Magyarországról exportálni ezeket a szoftvereket, akkor ez, és figyelembe vesszük, hogy valószínűleg más vállalatok is hasonló módon gondolkodnak, vagy hasonló helyzetben vannak, ez a 180 milliárd forint akár 5 perc alatt meg is triplázható lenne. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy személyre szabott ajánlatokkal tudják a külföldi befektetőket ide csábítani. Ezen felül természetesen új fejlesztésekben is gondolkodnak, melyek majd külföldi sikereket is hozhatnak. Az ipari internet az, ahol a GE Healthcare Magyarországi Technológia Központjának a szerepét, illetve a szerepének bővülését el tudjuk képzelni a jövőben. Erre szeretnénk jelentős energiákat fordítani. Hogy megmagyarázzam, hogy ez mit jelent, az internet ma, ahogy mi használjuk, az egy valójában egy fogyasztói internet, embereket köt össze emberekkel. Mi a gépeket szeretnénk összekötni gépekkel, illetve akár a flotta tulajdonosokkal. Magyarországon 160 kórház betegadatait a minisztérium, az OEP nem látja, nem tud beavatkozni, nem tud kontrollálni, nem tud javítani a helyzeten. Úgy számolunk, hogy ha csak azokat a gépeket nézzük, amelyeket a GE gyártott szert a világban ma jelenleg használnak a vevőink, mindössze egyetlen 1% hatékonyság javulás 150 milliárd dollár megtakarítás jelent a vevőinknek. Hogyha nem csak a GE gépeket nézzük, akkor akár 1000 milliárd dollárról is beszélhetünk már. Na, mi pont ezt szeretnénk itt csinálni Magyarországon, egészségügyre fókuszálva. Bodnár Balázs, az EvoPro Kft. Ügyvezetője a szoftver szolgáltatások tekintetében reálisnak látja az 5 éven belüli export duplázást, mert úgy gondolja, az IT cégek tudják, hogy csak a hazai piacon nem lesznek hosszú távon életképesek. Ennek az értéknek a megduplázása akkor lehetséges, hogyha csak ezen a területen maradunk, tehát a programozási szolgáltatásoknak az exportján, hogyha van kellően képzett szakemberbázis, amire lehet építeni, és versenyképesek tudunk maradni az óradíjakban a világpiaccal. Most a világpiaccal való versenyképesség, tehát ha Indiában szeretnénk versenyképesek lenni, az elég irreális, tehát ki kell használni azt a helyzeti előnyünket, hogy itt Magyarországon Németország közelségében vagyunk, és elég sokan beszélnek németül, tehát ezt az irányt lehet erősíteni. Hogyha a szoftver termékek exportjáról is beszélünk, ott pedig nagyon nagy szükség van arra, hogy legyenek olyan új ötletek, startup cégek, amelyek elindulnak hasonló módon, mint ahogy a Prezi vagy a Logmein elindult, és ők tudnak nagyobb volumenű növekedést generálni. Mi kellhet ezeknek a cégeknek ahhoz, hogy el tudjanak indulni? Az ön véleménye szerint mi az, ami hiányzik? Ez nem az én mondásom, ezt ha jól tudom, Anisics Ferenc mondta először, hogy Magyarországon összekeverik az innovációt az invencióval. Tehát nem csak egy jó ötlet kell ahhoz, hogy egy ilyen cég el tudjon indulni, az innovációhoz tartalmazza azt is, hogy üzleti sikerre tudja vinni ezt a jó ötletet, és ehhez szükséges tudás hiányzik szerintem sok esetben ahhoz, hogy ebből üzleti siker lehessen. Fontos továbbá, hangsúlyozta a szakember, hogy az állam is támogassa a szektor exportra irányuló terveit. Én úgy látom, hogy megint két részre választva a dolgot, tehát azzal, hogy tudunk
programozási szolgáltatásokat exportálni, azt jellemzően a nagy multicégek számára lehet exportálni, a nagy multicégek számára pedig ahhoz, hogy Magyarországra jöjjön, ahhoz az kell, hogy itt kedvező legyen a adózási, gazdasági környezet, kiszámítható legyen a környezet, és meg legyen a megfelelő kompetenciájú szakember gárda, akire tud építeni. Tehát itt ilyen jellegű állami segítségre van szükség szerintem. A startupok, illetve a KKV-knak a nemzetközi piacra kijutása tekintetében úgy gondolom, hogy azért sokat fejlődött nagyon egyrészt a információáramlás, tehát említették a hitelt, tehát például a hitáltól KKV akadémia, meg mindenféle ilyen rendezvények vannak, amin be lehet gyűjteni a szükséges induláshoz szükséges információkat, illetve úgy gondolom, hogy vannak pályázati források is arra, hogy így meg tudjunk jelenni, amiben az EVS tud segíteni, hogy meglegyen ez az összefogás így a magyar piac szereplői között. Az EVS az export kérdés megoldására kidolgozott egy nemzeti szoftver stratégiát, ennek keretén belül kormányzati támogatói szerződés megkötése is megvalósulni látszik, mely nem csak egyet kivételezett céget, hanem a teljes alszektort érinti majd.